Felső tagozatos általános iskolásokat és középiskolásokat látott ma vendégül a Ceglédi Rendőrkapitányság. Február 6-a a biztonságos internet napja. Ezt a fontos témát járták ma körbe szakemberek segítségével. Nap mint nap találkozunk olyan bűnesetekkel, amikor fiatal emberek vagy sértetként, vagy esetleg bűncselekmény elkövetőjeként számításba vehetőek az internettel kapcsolatosan. A legnagyobb veszélyt a közösségi oldalak rejtik magukban, illetve azok nem megfelelő használata. Vannak felnőttek is, de leginkább a tizenévesek hajlamosak arra, hogy sok információt megosszanak magukról, ez pedig veszélyes. A Patkos Irma Művészeti Iskola növendékei egy olyan történetet mutattak be, ahol egy 17 éves lány vált áldozattá. Az új képedet, amit a suliban készítettél, jól néztél ki, mint mindig. Köszi, de van ám ennél jobb képem is. Képzeld, tegnap megismerkedtem egy sráccal, nagyon arinak tűnik, és ma beszélünk újra. A fiúról később kiderült, hogy nem az, akinek mutatta magát, és végül elrabolták a lányt. A meghökkentő eset sajnos az életben is megtörténik. Sok fiatal nem is gondol bele, hogy bűncselekmény áldozatává válhat, ha idősebbnek sminkelt fotót tesz ki magáról a Facebookra, vagy kihívó ruhában pózol. Én személy szerint nagyon figyelek arra, hogyha bármilyen közösségi fotót posztolok, akkor ne legyen olyan kihívó, feltűnő, hogy akár meg is szólják, mert amúgy ebből még társadalmi problémák is vannak, hogyha esetleg lány fölteszi a magáról egy olyan képet, hogy többen megszólják, csúfolják ezzel, hogy miért teszel fel magadról ilyen kihívó fotókat. Gréta azt mondja, rengeteg rossz példát lát a környezetében. Még akár meztelen fotókat is feltöltenek a fiatalok, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon rossz. A közösségi oldalaktól nem tiltani kell a fiatalokat, hiszen ma már természetes, hogy használják őket, hanem megértetni velük, hogy igenis felelőtlenség mindent megosztani, és önbizalomerősítésként lájkvadászatba kezdeni kihívó fotókkal. Hogyan tudja ez a virtuális világ, az internet amúgy romokban dönteni ezt a fejlődésben lévő lelki szervezetet? Erre is minden szinten felszoktam hívni a figyelmet. Az egészséges bizalmatlanságot szoktam hangsúlyozni az előadások során, hogy igenis bizalmatlannak kell, hogy legyenek, de csak egészséges módon, hogy nem bízhatnak be meg mindenkiben. Az előadáson a biztonságos e-mailekről, telefonunk és egyéb személyes adataink védelméről is hallhattak a diákok. A Ceglédi Kapitányság szeretne minél több ehhez hasonló programot szervezni a fiataloknak.